Idén az iskola két tanulója vehetett részt az országos verseny döntőjén. Eredményükkel elégedett a felkészítőjük. Egy-egy diákunk jutott az idén ezekben a kategóriákban a programozás verseny döntőjébe, és nagyon szép eredményt értek el, mind a kettően pontszerző helyen végeztek. A tizedikes Szente Péter már négy éve résztvevője a versenynek, idén hetedik lett. Volt lehetőségem kipróbálni a programozást, és megtetszett. És azóta is ezt csinálom. Német Márton a hetedik osztályos kisgymnazista volt a verseny másik Battyány is résztvevője. Ő híradónknak azt mondta, még csak másodszor versengett programozásban, de óriási élményekkel gazdagodott. Matematika kategóriában már többször is versenyeztem, úgyhogy a stressz az annyira azért nem játszott közre, már többször, többször versenyeztem így. Azonban programozás kategóriában csak tavaly a logó versenyen volt alkalmam versenyezni, úgyhogy ez, ez abszolút új volt, ebben az évben kezdtem. Nem is hiszem, hogy alacsonyabb korosztálynak lenne ilyen verseny. A diákok folyamatos fejlődését, valamint versenyeken való indulásukat felkészítő tanárnőjük és a gimnázium is segíti.